Sziasztok! Néhány fontos információt hoztam nektek a heti terveimről, ami igazából elég konkrét és kötött. Kértelek titeket, hogy szavazzátok meg, hogy mikor legyen az élő adás kezdésének időpontja, amit én most február 17-e szombatjára kértem, hogy szavazzatok meg mert hogy úgy néz ki, hogy ezen a héten szombaton tudok egy kis időt felszabadítani, és azt szavaztátok meg, hogy 16 óra 0 0 kor legyen a kezdés, na most én olyan 15-50 körül szeretném a live-ot elkezdeni, és most érkezek néhány információval. Először is a gyülekező az itt lesz, a DR szerveren, és itt Jasper házánál tulajdonképpen legalábbis valahol itt ezen a kis tisztáson találkozzunk, mert már régen csattogtunk itt együtt, és akkor mondom még egyszer, hogy a DL szerver, mert ez is ilyen, ilyen visszatérő probléma, hogy mindig elfelejtik. Egyébként tudom, már nincsen lezárva a szerver, tehát bárki átjöhet, és utána gond nélkül vissza is tud fáradni a saját kis szerverére, ahol eddig tartózkodott. Hát igazából a változatosság kedvéért lovat fogunk edzeni, és még nem tudom, hogy, hogy melyiket, majd meglátjuk, attól függ, hogy én hogy haladok, mert lehet, hogy én is edzek rajtuk egy kicsit, de ebben még nem vagyok biztos. A lényeg, hogy 15 óra 50-kor szeretném a live-ot elkezdeni, és lenne még egy 10 perc gyülekezési idő, hogy mindenki időben ide tudjon érni. Aztán hát meglátjuk majd, hogy mivel fogunk még foglalatoskodni. Ö, én gondoltam, hogy néhány beszédtémát azért majd hozok nektek, de hogyha addig esetleg nektek is eszed, eszetekbe jut valami, akkor mindenképpen az élő cseten meg tudjátok nekem írni, és arról is tudunk majd beszélgetni. És hogyha kíváncsiak vagytok erre a pár témára, amiről én gondoltam, hogy beszélek, akkor ezt a YouTube csatornám közösség menüpontjában a legfelső posztnál láthatjátok, el tudjátok olvasni, most én abban nem megyek bele, mert majd úgyis meg tudjátok szombaton. És hogyha szeretnétek velem edzeni, akkor ne csináljátok meg a versenyeket első körben, mert azzal szeretnék főleg foglalatoskodni, hogy, hogy lovat edzünk. Aztán hát majd meglátjuk, hogy, hogy alakul-e ki esetleg más dolog is. Ha a live-val kapcsolatban esetleg akad még kérdésetek, akkor itt a videó alatt a komment szekcióban feltehetitek, és tulajdonképpen semmi kötöttség nincsen, gyertek föl, edzünk, jól érezzük magunkat, beszélgetünk, és a többi, és a többi, és a többi. Jó? És mondom, tehát 15 óra 50-kor mindenképp szeretném a live-ot elkezdeni, és az első 10 első perc az arról fog majd szólni, hogy mindenkit megvárunk, aki, aki érkezik. És ahogy már megszokhattátok, a live-ot időzítetben fogom föltenni, ahol meg tudjátok nézni, és hogyha a kis harangra majd rámentek, akkor kaptok értesítést is majd róla, hogy mikor kezdődik az élő adás, tehát nem fogtok lemaradni semmiről. És hát remélem, hogy minél többen el tudtok jönni, azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Nagyjából olyan egy-másfél órát terveztem, ahogy azt már megszokhattátok, tehát legalább egy-másfél óra lesz az élőadás, és hangulat függvényében, meg idő függvényében még esetleg tartjuk egy kicsit tovább is, általában azért el szokott tartani szerintem egy két órát, de nem merek két órát jósolni, ezt majd csak akkor fogom megtudni, hogyha majd eljutottunk odáig, hogy letelt a másfél óra, aztán meglátjuk, hogy hol fogunk tartani, mert hogy a két varázsló között kell majd lavíroznom, hogy mégis melyiket kéne edzeni, vagy melyiket nem. De ezt majd meglátjuk. Mindenképpen. Aztán beszélgetünk mindenről is, ha kell, ha nem. És remélhetőleg akkor egy tök szupi élőadást fogunk alkotni majd. Legalábbis én reménykedem benne, és ennek érdekében mindent megteszek. Úgyhogy Mára ennyi. Ha valami, bármi élőadással kapcsolatos kérdésetek van, akkor mindenképpen a komment szekcióban tegyétek föl, és akkor összefoglalva, ami biztos, hogy a DR szerverrel leszünk, 15 óra 50-kor indul a live, 10 perc gyülekező, 4 órakor indulunk edzeni, és edzeni fogunk, ugye, az fontos. Minimum egy-másfél órás lesz az élőadás, illetve nincs semmi kikötés, mindenki azzal abban jön, amivel szeretne, akivel szeretne, mit tudom én. Nem is szoktam soha megszabni, ugye, hogy, hogy ki mikor, hogyan, merre. És hát remélem akkor halára fogjuk magunkat szórakozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi információ elég, és akkor ez most hét szombat, tehát február 17-e, 15 óra 50, időzítetben kint lesz már remélhetőleg délelőtt az élőadás, tudtok róla értesítést is kérni, hogyha szeretnétek, hogy biztos nem maradjatok le, és akkor szombaton találkozunk élőben, addig is pedig még remélhetőleg érkezek néhány videóval. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, legközelebb találkozunk, sziasztok!